Ti szakítottatok nemrég, nem? Valami hát egy mondtad. Éve. Egy mondjuk. Éve. És megbeszéltétek két hónap után? Igen. És ez segített? Segített. Oké. Akkor oké, jó. Sziasztok, Noémi és Donát. Köszönjük, hogy eljöttetek, és itt vagytok. És nagyon sok videót töltöttetek fel a tudatos párkapcsolattal kapcsolatban. Mindegyik nagyon jó, ezt személyesen is alá tudom támasztani. De miért éljünk ilyen tudatosan egy párkapcsolatot? Nem lehet ezt csak szívből csinálni? Szívből. Sziasztok. Igen. Hello, hello. Ez egy nehéz kérdés, hogy most miért csináljuk ezt tudatosan. Szerintem, ha az életnek, hogyha rengeteg más aspektusát nézzük meg, akkor ott ilyen egyértelműen jönnek a válaszok, hogy miért kell tudatosan táplálkozni, miért kell tudatosan felelősséget vállalni. Ott egyértelmű, hogy a munkahelyi karrieredet azt tudatosan csinálod, nem csak úgy folysz csak az úgy életbe. Úgyhogy, ha párkapcsolattól is akarsz valamit, akkor érdemes elgondolni, vagy átgondolni azt, hogy mit akarsz a párkapcsolattól, és nem csak úgy folyni. Természetesen lehet, hogy valaki folyik, de akkor kb. A körülményeidnek leszel az áldozata. De miért van ez, hogy így folyunk velem? Vagy nem tanultunk róla? Vagy ez miért lehet, hogy te úgy állnak hozzá? Valamit a párkapcsolatról? Hát én csak a szüleimet láttam, és akkor abból, de hogy amúgy én is úgy álltam először hozzá, hogy hát igazából nincs minek tanuljak róla. De hogyha szerencsés vagy, és mikor a szüleidet láttad, akkor azt mondod, hogy van egy-két jó mintád. Egy-kettő, igen. Na látod. Igen. De mondjuk így a társadalom nagy része az inkább ránéz a szülei, meg a nagyszülei, meg a körülötte lévő épp széteső házasságokra, és azt mondja, hogy kösz, nem. Hú, ja. Nem, azért csalóka, amit mondasz, mert hogy az elején a szerelemmel indul, és az mindent megkönnyít. Uh-huh. És akkor nem kell neked belerakni energiát, mert megy, mert könnyű szeretni, meg minden. Akkor kell majd elkezdeni foglalkozni azzal, hogy mit akarok én a párkapcsolattól, amikor nem működik, uh-huh. de ott van már, nem tudom, 5 év mögöttetek, és mégse kéne kidobni a kukába. Uh-huh. De mivel fogyasztói társadalmat élünk, és a mobilodat is 2 évente cseréled, igen. és a UPC-nél is a hűséged maximum 2 évre szól. Ezért egyértelmű az, hogy hát akkor inkább megyek megint egy újabb szerelem felé. Mondjuk valahol azért nem értek egyet, mert szerintem az sem mindegy, hogy milyen párkapcsolatba mész bele. Szóval, hogy ezt hogy érted? Hogy... Úgy értem, hogy most mondjuk te szingli vagy, és nagyon nem mindegy, hogy elkezdesz könyveket olvasni olyanokkal, amiben mondjuk a családi mintáidról van szó, hogy tudsz a férfi szerepekkel azonosulni, stb. És egy milyen lányt fogsz bevonzani, ugye ez a bevonzás ez ennél sokkal összetettebb, tehát ez nem valamilyen spiri dolog, hogy majd ott az bevonzák, nem egyszerűen az, hogy a sérülések mentén ki fog hozzád illeni. Aha. Kinek a sérülése lesz vonzó, miközben amúgy valószínűleg, nem tudom, mérgező dinamika. A sérülés vonzó? Hát egy pára, tudod, akit meg kell menteni, egy kislány, akit nehezen tanul, és akkor nem tudom, valamiért ez vonzó, vagy pedig nagyon egy határozott nő az, aki tetszik neked. Aha. És tehát, hogy vannak ilyen preferenciák. Na és akkor szerintem ott jön be a tudatosság, hogy te most abban az időszakban vagy, hogy ráláthatsz arra, hogy milyen volt a szüleidnek a dinamikája, vagy eddig például mondtad, hogy voltak párkapcsolataid már, hogy milyen típusú lányok jöttek be. Egy volt, igen. Akkor az egy párkapcsolatból is már amúgy tök sok mindent le lehet szűrni, hogy ez biztos. Egy domináns lány volt, nem volt az, közös hobbiaitok voltak, milyen kötődése volt, stb. Uh-huh. És ezen most tudsz változtatni, hogy majd a következő az már másmilyen legyen. Uh-huh. De és amúgy nem lehet átesni a ló túloldalára is túl tudatosan csinálni, vagy hogy én amúgy tanultam róla az iskolában, és volt egy egész év ilyen erkölcstan, és akkor pont így a párkapcsolat volt a téma, és én nagyon elkezdtem így nagyon tudatosan és görcsösen benne lenni a párkapcsolatomban, és amúgy például az idősebb generáció az nekem így szóvá is tette, hogy jaj, milyen jó, hogy ők nem tudták, hogy van ilyen szerelem, hormon, és mikor megmúlik el a rózsaszínköd, és hogy mennyivel könnyebb volt úgy benne lenni a kapcsolatban. Igazad van, mert én is sokszor megfogalmaztam azt a nocsinak, hogy de jó lett volna, hogyha semmit nem tudok, és boldog tudatlanságban élem le az életemet, és gyárilag levisz a sérülés, a sebzettség engem, és akkor van egy olyan dinamika. Mondjuk akkor valószínűleg már nem ülünk. Lehet, de hogy akkor igazából szembesülsz azzal, hogy dolgoznod kell magadon, vagy dolgoznod kell a párkapcsolaton. Persze lehet szándékosan vaknak is lenni,
de szerintem nem éri meg. Uh-huh. Viszont az meg fájdalmas, hogy igazából tudod. Tehát igazából mindenki tudja, hogy nem jó az a párkapcsolat, uh-huh. amiben benne van. Hát egy 1-10 skálán egyből meg tudnád mondani, hogy hányason érzed magad. Aha. De hogyha ösztönszerűen, de kimondod, hogy egy 3-as, mert ver a csávó, meg folyamatosan szív, meg az egész toxikus, de valamiért van egy nyereségem belőle, akkor nem akarod észrevenni, hogy amúgy 3-ason vagytok, hanem elmaszatolod ezt az egészet, miközben már rég el kellett volna költöznöd tőle, vagy valami ilyesmi. Amúgy, bocsánat, csak még a kérdésre így reagálva, hogy de lehet ezt ilyen görcsösen is, és szerintem, amikor így az ember elkezdi ez az önismeret, kis pszichológia világba beleugrani, akkor van ennek egy ilyen időszaka, hogy mindent, nem tudom, ennek szerintem van egy pár év lecsengése, és normálisan fogod élni az életedet, hogy már tudod integrálni azt a sok tudást, meg nem tudom, egy terápiát, vagy ilyesmit, és akkor ennek lesz egy egyensúlya. Szóval én azt gondolom, hogy az egyensúly az, amit itt keresünk, hogy van egy tudat, de közben milyen jó, hogy mondjuk igen. mi szerelemből házasodtunk, és úgy csak utána jött az összes maszlag, amit azóta összeszedtünk. Egy példát tudok mondani, Gary Chapman, 12 dolog, amit tudnom kellett volna, mielőtt megházasodok. Ez egy ilyen vékony könyv. Ez volt az első, amit mi elolvastunk. Annyira egyszerűen megfogalmazza azt, hogy mit lehetne javítani a párkapcsolaton, és ez azért jó, mert nem érzed magad, vagy nem látod annyira a játszmáidat, meg a dinamikákat, meg azt az egész nagy pakkot, nem amivel találkozol. Az egészet? Aha, hanem sokkal inkább ilyen best practice-eket ad, hogy egyből látványosan jobb legyen a kapcsolatod. Lifehack. Igen, ilyen lifehack-ek, igen. És akkor az önismeret igazából egyből ott van gyakorlati megoldásokkal, és élvezni fogod azt, hogy na ezért érdemes kicsit dolgozni a kapcsolaton. Nektek volt én, hogy görcsösen így ráfeszültetek az elején? Mert ugye mondtátok, hogy szerelemben is utána jöttek ezek a izék, csak hogy a Réka mondta ezt a görcsöset. Ahogy szerintem görcsösen... már sokkal inkább most van a görcsösség, hogy van már két gyerekünk. Igazából már látszik, hogy ez nem mindegy. Vagy nem, én például magamról beszélve, én azt mondom, hogy az elején nem, tehát hogy mi tényleg ez a nagyon élveztük az életet együtt, ilyen nagy szerelemből házasodtunk. Most már így, hogy gyerekeink vannak, már az élet nem ez a, na, hova megyünk sörözni este? Hát nagyon nem. Hát igen, én is úgy tudnám megfogalmazni, hogy most már felelősséget kell vállalnom azért, hogy amit teremtettünk, meg amilyen a kapcsolatunk, akkor azzal valamit kezdeni kell. Aha. A magyar annyira felelősséghárító nyelvtanilag. Uh-huh. A párkapcsolat kihűlt. Elmúlt a szerelem. Nem, én hagytam, hogy kihűljön a párkapcsolat. Aha. Én nem foglalkoztam a szerelemmel. Én nem tettem rá még egy fát, hogy az a tűz lobogjon. Aha. Tehát a felelősség az már a mi vállunkat nyomja, és amikor már itt házasok vagyunk, meg gyerekünk van, akkor tényleg így este a kanapén, hát Netflix, vagy inkább egy kis párkapcsolat erősítés, nem tudom. Hát, ja. Érted? Igen. És akkor mik ezek a tippek, vagy ezek a praktikák, amiket így alkalmaztok, hogy fenntartsátok a kapcsolatotokat? Igen, vagy hogy... Gyerekmentes hétvége. Épp egy ilyenben vagyunk most benne, hogy nincsenek a gyerekek. Igen, legalább 40 kilométerrel arrébb legyenek a gyerekek, mint mi, hogy a sírásukat se halljuk. Igen, a szülők néha így... A zuhanyban gyerek sem. Nyávog egy macska, és mondom, ez a gyerek volt. Szóval, hogy a gyerekek távol legyenek, és ez az egyik, a másik pedig, hogy szokták mondani, hogy a párkapcsolat olyan, hogy kell közel lenni, de az se jó, hogy folyamatosan közel vagy, mert az meg a szimbiózis, amikor egy pár pisilni nem tud elmenni egymás nélkül, és kell a távolság, amikor a világból behoztok élményeket, és ez a hullámzás az, ami ad egy tök jó dinamikát. Aha. Tehát kell az, hogy ketten együtt legyünk de gyerekek kell, nélkül, de kell élet. Az, hogy egyedül is külön legyek, vagy a haverokkal, és ugyanúgy a noncsival is. Ja. Igen. Úgyhogy erre mi azt hiszem kifejezetten sokat figyelünk, hogy hát edzeni jár, én is külön edzek, szóval, hogy annyira megvan ez a én barátnőzök, ő srácokkal lóg. Tehát, hogy tényleg ez a lélegzéssel kapcsolatnak, pont a Pál Ferinek hallottam egy ilyen podcastjét nemrég, ez a szenvedély és biztonságnak az egyensúlya, az a lélegzéséről szól a kapcsolatnak. És az alapja is a párkapcsolatnak? Vagy így 7 év plusz 1 év tapasztalatból mit tudtok mondani? Az alapja, van egy kollégám, nem mondom el a nevét, remélem nem nézi, de hogy egyszerűen mindig fölhúz. Hát mi reméljük, hogy nézi. Együtt van egy nővel, aki folyamatosan rá van cuppanva. Mondom, a fiacsajod nem tud önálló programokat kitalálni. Hát nem tudom, most lemegyek a szüleimhez vidékre, és mondom, legalább egyedül lesz, nem, jön velem a csajom is. Mondom, minek? Hát miért nem tudtok külön lenni egy picit?
annyira izgalmas dolgokat hoz be, amikor két ember összetalálkozik újra. Nem, ugye, mint cserkészek vagyunk, úgyhogy elmegyünk néha táborozni. Neked nem volt a, vagy a barátod nem cserkész, nekem meg az előző barátnő meg olyan táborban nem jött, és akkor nekünk is ez volt, hogy szétmentünk, ugye 10 napig, semmi kapcsolat, vagy semmi érintkezési lehetőség, és amikor vissza, akkor meg megint, vagy így ment felfele. Mert ugye jöttek az élmények tőle is, ezt alá tudom abszolút írni én is. Persze, tehát hogy ugye most arról beszélgetünk, hogy ennek egy egyensúlya van, de azért nagyon sok párnál vagy az egyik dinamika erős, vagy a másik. Uh-huh. Tehát, hogy vannak, akik nagyon szimbiózisban vannak, meg vagy közelség, meg intimitás, meg nem tudom, és vannak, akiknél pont az hiányzik, ami az intimitás. Tehát, hogy úgy is lehet élni, hogy nem költözünk soha össze, majd biztos erről is lesz szó, hogy ilyen élettársak vagyunk, meg úgy csinálunk, mintha kapcsolatban lennénk, de hogy ott igazából mindig az én van előtérben, sosincs a mi. Uh-huh. Tehát, hogy itt mi arról beszélgetünk, hogy van tere annak, hogy igen, együtt vagyunk, főleg a nehéz helyzetekben. Aha. Nagyon összetartunk, nagyon összezárunk, mert egy csapat vagyunk, és van az, hogy te is mész a dolgodra, én is megyek a dolgomra. Uh-huh. És akkor majd milyen jó lesz megint találkozni. Úgy érzem, a bizalom is nagyon fontos ebben. Tehát, hogy elmész, akkor nem fogunk utána szemrányni, hogy mit csináltál, gondolom. Ez kérdés is, hogy ez fontos-e. Hát ez nekünk is egy abszolút egy munka, főleg úgy, hogy azért a két gyerekes élet, most nagyon ebben vagyunk, főleg két kisgyerek, azért az nem az, hogy te is mehetsz a dolgodra, én is mehetek a dolgomra, hanem az, hogy hát én logisztika. A legtöbbször nem mehetek a dolgomra, aha. vagy nem úgy mehetek a aha. dolgomra. Tehát, hogy ő el tud menni egy hétre vitorlázni, mert nem tudom, tehát azért mégiscsak én vagyok az anya, aha. én azért nem megyek el, szóval... Uh-huh. Úgyhogy ez nekünk is egy folyamatos ilyen csiszolódás, hogy most melyik életszakaszban mennyire tudjuk elengedni a másikat, mennyi szabadság fér bele. Uh-huh. Egy csecsemővel nem fér bele annyi szabadság. És szerintetek miben más egy házastársi kapcsolat, mint csak egy élettársi kapcsolat? Vagy igen, mik a különbségek? Elköteleződés szempontjából. Hát, hogyha ha nincs ott a gyűrű a kezeden igazából, akkor bármikor hazaköltözhetsz anyádhoz. Uh-huh. Szerintem igazából ennyi. Ez egy szövetség. Tehát tényleg azt szokták mondani, hogy a házasság ez egy papír. Ugye mindig ezzel jönnek, hogy minek megházasodni. Aha. Hát pont azért, hogy azt az igazi, valódi felelősséget vállalt. És ez tök érdekes, hogy ez ugye a korunkban azzal jár, hogy ez, nem tudom, a bilincs lesz a kezeden, ja, a igen. szenvedély nem lesz, nem lehetsz az összes nővel ezek után, és közben pedig, hogyha megfordítjuk és intimitás szempontjából nézzük, uh-huh. akkor viszont gyönyörű ilyen terek tárulnak elénk, hogy nem kell végre marketingelnem magamat a másik szemében, hogy ne hagyjon el engem, aha. hogy mindig az legyen, hogy jól nézek ki, hogy jó fej vagyok. Megadom, hogy küzdeni kell ezért is, de általában, de otthon. Hanem, hogy lehetek őszinte. Aha. Mert tudom, hogy a másiknak már nem kell szerepeket játszanom, nem kell valamilyennek tűnöm, mert uh-huh. hogyha hirtelen unalmas vagyok, vagy az a kapcsolat ugye ellaposodik, akkor ott hagy. Uh-huh. Van egy ilyen rafinériája, most így az jutott eszembe ugye a mi kapcsolatunkról, hogy van igazából egy ilyen megingathatatlan szövetség, hogy mi házasok vagyunk. De, tehát, hogy van egy biztonság része. De azért van az a része, hogy azért én el akarlak csábítani, mert nem téged, hanem hogy a férjemet, hogy azért nem marketingeljük magunkat, de már nem azért, hogy ne hagyja, hanem azért, mert amúgy tök izgalmas, hogyha látsz máshogy is. Tök izgalmas, hogyha nem aha. csak két gyerekes anyaként látsz, hanem a szeretődként aha. látsz. Szóval, hogy van marketing, de már nem azért, hogy együtt maradjunk, hanem abból, hogy amúgy mi együtt vagyunk. Igen. És akkor ez mennyivel izgibb tud lenni. Aztán. Hú. De és akkor szerintetek, hogyha egy pár összeköltözik házasság előtt, akkor inkább azt ajánlanátok nekik, hogy házasság után költözzenek, mert akkor ott a megtartó erő, úgyis jönnek a problémák, vagy pedig szerintetek jó így kipróbálni előtte? Na ez az érdekes, hogy kipróbálni. De és mi van, ha nem jó? Akkor meddig fogsz rajta dolgozni? Uh-huh. Vagy egyből offos lesz az egész? Vagy csak addig jó, ameddig az egész jól működik? Szóval igazából a felelősség nálunk, mi nem költöztünk össze a házasság, vagy az esküvő napjáig, és az derült ki, hogy nem is megy egy csomó minden. Uh-huh. De nem volt kérdés, hogy ezzel nekünk foglalkozni kell. Igen, aha. tehát hogy ennyi, meg kell oldani. Aha.
Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy majd jól lakunk együtt, de hát mert ezek folyamatok, hát a szex is lesz, igen, néha rossz, néha jó, a gyereknevelés néha könnyű, néha nehéz, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert 2 évig amúgy mi kipróbáltuk és jól lakunk együtt, azután a 45 évig jól fogunk együtt lakni. Mert nem igaz. Hát folyamatba kell. Persze, folyamatba, tehát innentől kezdve önmagában ez az érvelés megbukik, hogy a házasság előtt ki kell próbálni a szexet. Igen, igen. Mert akkor mi lesz? Ha rossz, az nem jelenti azt, hogy 10 év múlva jó, vagy ugyanúgy rossz marad. Aha. 15 év után a szex jobb, mert hogy melót raktatok bele, kommunikáltatok. Tehát innentől kezdve ez az egész, hogy próbáljuk ki. Hát mindennek akkor lesz értéke, hogyha küzdesz érte tulajdonképpen. Hát, mert ezért is akkor, jól értem, akkor küzdeni kell meg. Tehát, hogy ez is, ahogy összeházasodtok, és akkor adott esetben elkezdődik a szexuális kapcsolat is, akkor azt is fejleszteni kell, hogy az is egy hát új kapcsolat, nem? Vagy egy új. Tehát nem fog rögtön jól menni. Hát nem, hát... Mit tudom én? Hát, jó, hát, jó. Mit tudom, nem voltam ott egy csomó embernek mi? A első... Aha, ez ment? Nem. Tehát, hogy szerintem a küzdés az nem a... Tehát nem a küzdés a lényeg, mert akkor jó a házasság, ha küzdünk, hanem az, hogy mi van, hogyha jön a nehézség. Uh-huh. Papás-mamás játszani úgy, hogy a valódi all-int nem nyomtad be. Ez úgy kicsit érdekes. Nekem ezek mindig ilyen, hát tesó, nem vagy férfi. Én erre tényleg ennyit tudok mondani. És kicsit lejjebb mennénk a korosztályba, akik 14-15 évesek, összejönnek, nagy szerelem. Ők csinálják-e tudatosan, vagy ez csak kimis szerelem, vagy ők nekik mit tudnátok esetleg mondani, hogyha... Szerintem jó a gimis szerelem. Mindkettőnknek volt gimis szerelme. Ezek tök jó sztorik. Azt mondjuk nem gondolom, hogy a gimis szerelemmel lesz a élethosszig tartó kapcsolat. Persze van kivétel, szóval most senkinek nem akarom elvenni a kedvét. Inkább csak azt mondom, hogy a személyiség annyira képlékeny, rugalmas még ebben az időszakban. Amúgy a párkapcsolati tudomány már amúgy erre is mond azért valamit. Mindenféle. Azt mondják, hogy azért 25 év alatt nem biztos, hogy érdemes megházasodni. Azért, mert nagyon-nagyon nem alakul ki a személyiség, hogy mit szeret csinálni. Tehát, hogy, és amúgy ezt szerintem magunkon is látjuk, hogy azért mi most már mindjárt 30 évesek leszünk, sőt a Donát már 30 éves, és hogy nagyon más egy 20 éves, vagy egy 20 pár, mint mondjuk egy 30 éves. Úgyhogy szerintem 14-5 évesen nem a házasságra kell gondolni. Ez akkor mire? Helyem. Hát a fiúk azok a női nevi szervre gondolnak nagyon sokat, vagy én így emlékszem vissza, hogy ez mozgatott, hogy minél közelebb kerülni ehhez, és mindent megtenni. Tényleg, tehát ugye, hogy főleg ma ugye minden el van szexualizálva, szóval el sem tudom képzelni, hogy egy 13-14 éves amúgy mennyire pöröghet ezen az agyán, ugye, tehát hogy minden platformot... TikTok van, meg minden, hát ami nálunk van azért nem 11-12 éves kisrácom, úgyhogy elég durván tapasztalom, hogy miket nyomnak, úgyhogy igen. Nagyon mi nem is tudjuk. Igen, úgyhogy nem is tudom. Vele. Igen. Hát ha valamit mondhatnék, akkor az valahogy az értéket keressék, de és ne pedig ezt az ilyen elhasználható egy éjszakás, meg rövid, meg mit tudom én. Az a baj ezzel szerintem, a Philip Zimbardónak van egy nagyon-nagyon jó könyve, a Nincs kapcsolat, és annyira jól leírja, hogy azért óvatosan kell a fiatalkori dinamikákkal, meg mintákkal bánni, mert azok rögzülnek. Uh-huh. Tehát, hogy azért azt ne várjuk senkitől, hogy mondjuk 11 év, tehát mondhatjuk, hogy 11 éves korban találkozik egy fiú a szexel, pornóval, nem tudom mivel, igen, hogy majd mire oda kerül, hogy mondjuk megházasodjon 25 plusz 30 évesen, stb. Na majd ott akkor rájön arra, hirtelen, hogy monogámia. Hát ez annyira fantasztikus. Ja, tehát, ja. Hogy, készülni hogy kell. Aha. 20 éve nem ezt nyomod. Aha. 20 éve így pörög napi, nem tudom, tehát Tinder, meg minden, annyira, hogy sok az opció, szépek, igen, a lányok, helyesek a fiúk, hát meg görgeted jobbra-balra. Hát, az egyik vicces dolog, amit ilyen katolikus közösségben egyszer egy ilyen ifin, amikor meghívtak minket előadni, akkor így felmerült, hogy a pornó az lehet egy ilyen oázis a házasságig. És akkor... Hát mondtam, tehát, hogy az a tudat él amúgy azokban, akik nem házasok, mondjuk a fiúkban, vagy hát ezt most nem akarom általánosítani, de hogy ez egy tehát nagyon sok helyről kaptam ezt a visszajelzést, hogy a pornóval túlélik, ameddig végre lesz egy kapcsolatuk, és akkor majd nyilván az élő nő az helyettesíti a pornót, vagy kiváltja, és akkor majd nem kell a pornóra. Ez a helyettesítés, ez nagyon tárgyalagos. Nem lesz szükség a pornóra. És mondom, de hát figyelj, egy
egy ilyen gigászik függőséget alakítottál ki, és majd a női intimitás majd megoldja, miközben te mindent normális vágyadat amúgy szex, elszexualizáltad. Hát meg és, milyen szex? Igen, tehát, és hogy, igen. Hogy ezért van az, hogy ott van egy csávó, aki egész életében pornót nézett, és akkor megházasodik, és nem akar a feleségéhez nyúlni, de közben igen. Pornófüggő. Igen. És ő pornót néz a házasságába. Igen. Tehát, hogy akkora téveszmék vannak, hogy 11 évesen, hogyha valaki erre ráfügg, és egész életében... Tehát ennek biokémiai... Szóval igen, szerintem igen. Inkább az lenne egy izgalmas dolog, én nem vagyunk szakemberi ennek a 14-5 éves szexuális edukációnak, pedig egy brutálisan jó téma, hogy valahogy azt átadni a fiataloknak, hogy az agyukat megváltoztatja. Tehát ez a konkrétan ezt egy ilyen élvezeti szintnek... Az a dopamin hormon. A dopamin, meg is. Ez az ilyen élvezeti faktor, tehát egyre erre ilyen statisztikákat csináltak, hogy egyre kevesebb idő alatt egyre több nő ugye változik a szemük előtt, és ez ennek hatása lesz. Tehát ugyanaz az ember nem fogja őket felizgatni. Ja. Nem az, hogy éveken keresztül, hanem egy pár nap ja, után. Fél óra alatt több jó nőt látsz, mint igen. Egész életedben. Hát meg mint az összes ősöt tulajdonképpen. Ja. Most gondolj be, a faluba volt tudom, 30 csaj. Igen. Most a Tinderen egy este 200-at végigpörgetsz a gyors az ujjat. Tehát, hogy érted? Igen. Szóval, hogy... Ja, igen. Pászta. És akkor abban úgy nem láttok realitást, hogy mondjuk egy fiatal házasság, és akkor ott együtt fejlődik, együtt ismerik meg egymást. Mi például szerintem erre egy jó példák vagyunk, hogy megházasodtunk viszonylag szürke fátyollal a szemünk előtt, mármint az, hogy nem voltunk önismeretileg a toppon, és utána együtt kezdtük el felfedezni azt, hogy kik is vagyunk mi valójában, miért is házasodtunk meg, mert az elején teljesen tévképzetünk volt, hogy hát ez a szerelem volt, nem. Menekültünk otthonról, mind a ketten, és mennyire érdekes, hogy egymásba találtuk ezt meg, és akkor most ezzel mit tudunk mi kezdeni? Aha. Igen, hát Pál Feri annyira szépen elmondta, amikor ő is rádöbbent arra, hogy igazából egy sebzettség miatt lett pap. Aha. De utána ezzel az értékkel tud valamit kezdeni, és nem kell egyből otthagyni a papságot, hanem azt átfordítja, mert hogy senki nem születik párkapcsolati szakértőnek, és hogy ilyen szempontból ott marad egy csomó pár hoppon, és mi nagyon sok vállással nézünk szembe. Nagyon. Mi összes haverunk válik. Aha, egyre és nincsenek 30 vannak, hogy mit tudom, fél év után elválnak. Rekord az fél év volt. Van rekordunk fél év, fél és így év. Nézzünk, hogy azt, ami történt fél év alatt, tehát hogy így most már nem az van, hogy 5 év után ellaposodik, meg 10 év, meg 3 gyerek, fél meg mit tudom, hanem fél év, 1 év. Tehát ott, amikor igazán kezdődik az, hogy így, na, akkor most mit kezdünk magunkkal? Amúgy ez nekem tökre ijesztő, mert általában így kicsit a nagy számok törvényét igazolja egy csomó helyzetben, mert nekünk volt olyan ismerősünk, akik együtt éltek egy csomó ideje már, de nem házasodtak össze, és aztán a meghívóban is kicsit az volt, hogy hát, hogy sokak által várt módon összeházasodunk, és fél év után. Elváltak, igen. De fontos igen. Itt leszögezni, hogy hiába van az, hogy 10 házasságból 7 az válással végződik, nem a házasság intézményével van a baj. Na. Tehát, hogy az egy tök jól kitalált dolog. Hanem az egész kultúrkör az, ami már nem megtart. Hát erre egy olyan jó mondás van, hogy azért, mert a Rubik kockát nehéz kirakni, még nem lehetetlen kirakni. Hát nem, én is ki tudom. Úgyhogy azért, mert a házasság amúgy nehéz, vagy alapvetően... Azért van, akinek megy. Vagy alapvetően aha. Kereteket ad, azért az keretek nem rosszak. Aha. De és szerintetek van olyan, amikor már így mentetetlen egy kapcsolat? Vagy hogy mondjuk mondtátok, hogy az ismerőseitek válnak, és hogy ha így beleláttok az ő kapcsolatukba, akkor ti is úgy látjátok, hogy lehet, szerintem... hogy ez a jó megoldás? Uh-huh. Szerintem van. Persze. Én azt gondolom, hogy itt jön a szerepe a házasság előtt. Például egy jegyes oktatásnak. Mi csinálunk amúgy ilyen házas felkészítést, és kapásból egy csomó párra mondtuk azt, mi így szépen megbeszél magunkkal, hogy igazából elmegyünk az esküvőre, tök jó, kösz, hogy meghívtatok, de minek? És ez nem egy cinikusság, abszolút nem cinikusság, hanem az, hogy látszik, hogy a két ember annyira megdolgozatlan, annyira, mondjuk tényleg itt jön szóba az, hogy a családi hátterük nagyon traumatikus, ezt nem kezdték el feldolgozni, szóval igen, tehát romokból szerintem nem lehet várat építeni. Egyszerűen, ha tudom magamról, hogy milyen zsákom van... Nem értek veled egyet, mert szerintem akkor ez alapján azt mondanánk, hogy mi nem voltunk romok. Szerintem mi is igen, romok voltunk. Igen, csak hogy mi most ezen dolgozunk. Na, és szerintem az a fontos, hogy akkor menthetetlen egy kapcsolat, hogyha
az emberek nem akarnak benne dolgozni. Na, igen. Tehát, hogy van ez a mondás, hogy a házasság az arról szól, hogy két ember minden körülmények között dolgozik a kapcsolaton. Aha. Hogy igazából semmilyen körülmények ellenére nem adja fel. Aha. Tehát, hogy én ebben tudnám mondani, hogy akkor veszik el. Tehát én azt hiszem, akkor lennék nagyon kétségbeesve, hogy mondjuk a Donát azt mondja, hogy már nem akarok ezen dolgozni. Hát igen. Köszönjük. Igen, ez minden. És akinek ilyen menthetetlen kapcsolata van, az, hogy azért a szakítás az egy elég nehéz téma, azért elég sok, abból is sebeket lehet szerezni, ugye? Mm. Igen, igen. Tök sok fiú utána kigyúrja magát, miután szakított vele egy lány például. Ez is ugye sebből ugye felkidolgozza magát, ha ez úgy mondjuk. Ez jó, konstruktív. Legalább dolgozik magán. Igen. Hogy lehet jól szakítani? Hogy lehet úgy szakítani, hogy mind a két ember elfogadja a fájdalmat, de mégis azért, tehát nyilván teljesen az egész sebet nem lehet kikerülni, és hogy ez szerintetek hogy lehet? Hú. Én nemrég olvastam a Csernusnak a legújabb könyvét, az Én és Te című könyvet, és abban annyira jól leírja, és amúgy ez fiataloknak szól, szóval ezt így beszúrnám, hogy ez egy nagyon jó kis olvasmány, és abban ír arról, hogy egyszerűen elfogadni, hogy a másik, ha nem akar veled lenni, azt nem lehet erőltetni. Uh-huh. Tehát egy partneri kapcsolatról beszélgetünk, az arról szól, hogy én is akarom, és te is akarod. Na, és nyilván ennek van egy százalékos megoszlás, tehát hogy most ez nem mindig 50-50, de az, hogy én is felelősséget vállalok, érte meg te is. És hogyha már ez nem megy tovább, akkor nem kell erőltetni. Aha. És most nem is feltétlenül egy házasságról beszélek, inkább ugye most fiatalokról igen. beszélgetünk, hogy nem kell mindenkivel együtt maradni, és hogy ezt méltósággal elfogadni, hogy valamiért ez most nem jött össze. Uh-huh. Nyilván nem érdemes személyeskedni, nem kell direkt bántani a másikat, szóval tök jó lenne, hogyha a fiatalok tanulnának olyan kommunikációt, hogy asszertív. Mondjuk asszertív aha. kommunikációt, meg erőszakmentes kommunikációt, uh-huh. szóval... De hát ilyen szakításos szövegek szoktak lenni, vagy legalábbis én ezeket nyomtam, hogy túl jó vagy hozzám. Jobbat érdemelsz nálam. Tudod, ez a, amikor próbálod azt, hogy figyelj, tökre nem én lesz hozzám, de nem akarom megbántani, úgyhogy... De nem tudom, hál' Istennek nem nagyon van tapasztalatunk ilyen házat, vagy vállásba se, meg hát szakításba se, úgyhogy most próbálom előszedni az ilyen tini SMS-eket. Egy nagy SMS-es, meg MSM messengeres szakítós voltam az ilyen egyhetes ilyen semmi kapcsolatokra, mert hogy nem vállaltam felelősséget. Szerintem, ha már szakítunk élőbe aha. nézzük, hát lássuk már a másiknak az érzelmeit. Aha. Szembesüljünk azzal, hogy mit okoznak azok a mondatok, amiket igen. majd ki fogunk mondani, vagy amit nekünk mondanak ki. Aha. Tehát akkor kérjük meg, hogy legalább személyesen. Uh-huh. És utána érdemes szüntetek megbeszélni egy-két hónap után. Tehát nyilván a szakítás... Miért szakítottunk? Nem, hát hogy kinek milyen tapasztalata volt, vagy esetleg közös... Az exeddel? Igen, nem visz újra összejönni, hanem igen. kicsit de... átbeszélni, hogy mi történt, ki mibe fejlődhetne a következőre. Ti szakítottatok nemrég, nem? Valami ilyesmi hát egy éve. És megbeszéltétek két hónap után? Igen. És ez segített? Segített. Oké. Akkor oké, jó. Ő is elmondta, én is elmondtam. Nem tudom, hát akkor azt hiszem lehet. Ezt javasoljuk hogy... akkor az ember. Két hónap után egy ilyen beszélgetős, terápiás jellegű. Nem, amit szerintem, én értem, amit mondasz. Szerintem, hogy mit csinálhatnék máshogy. Igen. Szerintem amúgy ennek tökre van helye. Hát mégis másik ember. Én is nem tudom kapcsolódni, mert hogy én nekem is volt szakításom, amit nem beszéltünk elég, úgy érzem, és azóta is azon bennem, hogy ahhoz, hogy mondjuk én elköteleződjek tényleg egy kapcsolatban, mondjuk úgy, hogy házasság, vagy ilyesmi, ahhoz nekem így lehet, hogy szükségem lenne, hogy ezt itt tényleg teljesen így lehet, hogy ezt meg kell lépni, szerintem ez tök jó. Én értem amúgy a felvetést is, amúgy valahol egyet is értek, hogy nem kell ezt kivesézni, meg nem tudom, de hogy lehet róla beszélni, hogy itt teljes lezárás, majd nyilván szakítás is valahogy egy lezárás. Csak... No, majd hazamegyünk, azt mind a kettő telefonálunk egy... Szia, elnézést! De van, hogy gyerekei vannak. Ne, de ez hogy volt? Hatodikosok voltunk. Ne szóval. És még azt akartam kérdezni, hogy ugye már az elején is említettem, hogy fent vagytok Instagramon, meg egy ugye YouTube csatornátok is van, amit most annyira aktívan nem csináltok, de nyilván két gyerek mellett azért nem elvárás. Hogy, hogy mégis azért hogy tudjátok, vagy hogy hat a kapcsolatotokra ez az egész, hogy azért nyilvánosan szerepeltek azért elég sokat. Hát megbántuk amúgy már, hogy pont párkapcsolati témába kezdtünk, pont kiraktuk az internetre, mert tudod azt, hogy így egy ilyen hülye belső nyomás van bennünk, hogy akkor nekünk mindig jól kell lenni.
Ja. Tehát, hogy kicsit példaként néznek az emberek ránk, és emiatt nagyon, vagy lehet, hogy ez a mi narratívánk, hogy nem lehetünk rosszul, vagy, uh-huh. vagy mi nem adhatjuk föl. Tehát tudod, uh-huh. mindenkinek ott ja, van értem. B-opcióként, vagy C-opcióként a válás, és nálunk nem lehet, mert hát nem ár. Ti nem válhattok el. Tehát, hogy egy ilyen, és ennek van egy ilyen furcsa ilyen hát ez csapda. Sokszor ilyen nyomásként értjük meg, hogy na, ezek után nekünk... ez akkora arcba köbés, hogy jó, nyilván ezért napi szinten nem gondolkodunk az, hogy elválunk, de hogy hanem, hogy akkor nekünk dolgozni kell örökké a kapcsolatot. Basszus. Csak kilépnénk. Miért csináltuk ezt? Amúgy miért csináltuk ezt? Szóval ez egy tök érdekes dolog. Ja, úgyhogy ennyi. De viszont meg tök hasznos azért. Meg nektek? Hát igen. Csak szakítottatok. De most jó. Már beszéltük azt, hogy valami menthetetlen. Igen. Amúgy igen, valahol nyilván örülünk neki, hogy hasznos. Azt hiszem, ez egy fontos ilyen közbeszúrás, hogy azért ennek egy nagy része egy ilyen saját terápiás munka. Uh-huh. Tehát azáltal, hogy kitesszük, azzal áltatjuk magunkat, hogy ez milyen jó másoknak, micsoda misszió, és amúgy ez tényleg a szívünkön van, szóval mi nagyon szeretünk fiatalokkal dolgozni, de van ennek tök őszintén egy olyan része, hogyha mi nem egyedül küzdünk, akkor, tehát hogy nem is vagyunk akkor egyedül ebben. Aha. Tehát ennek belső küzdelem részét azt könnyű kitenni, hogy ne legyen annyira nyomasztó. Igen. Hogy tényleg ilyenkor látjuk azt, hogy mások is szenvednek, másoknak is nehéz. És hát egy zseniális megoldás volt a narcisztikusságomnak a kezelésére. Mm-hmm. Abszolút. Tehát, hogy ez amikor egy jó ügyet föl lehet nyomni, természetesen a narcisztikusságot kielégítve, akkor az a kellemest a hasznossal. Igen. Szóval, hogy mégis egy terápiás munka, amit mi kitettünk. És hogyha ez hasznos máshoznak, amúgy ez tök jó. Tényleg. De visszajelzés élőben? Igen, tehát azt tudni kell, hogy azért az, aki párkapcsolattal foglalkozik, bármilyen szakember legyen, annak az valószínűleg az, meg az saját elakadásáról szól. De itt jön tényleg a Ferinek az a csodálatos mondata, hogy azért, mert van egy sérülésed, és az elvitt téged valahova, az nem jelenti azt, hogy az egy értéktelen dolog. De jó róla őszintén beszélni. Szerintetek van olyan, hogy igazi? Vagy csak dolgozunk rajta, és úgy lesz az igazi? Neked mi a véleményed erről? Szerintem lehet, hogy más a véleményünk. Hogy van-e igazi? Húlyaj. Igen. Szerintem nincs igazi. Szerintem nagyon sok olyan emberrel találkozunk. Viszontlátásra. Szóval sok olyan emberrel találkozunk, akik opcionálisan amúgy élhetnek hozzánk. És akkor, hogy ki lesz az igazi, az akire én úgy nézek minden nap, hogy amúgy már nem a fejemben élő képhez kell alkalmazkodni, hanem az, hogy ő most ilyen. Ő az igazi, de ő most ilyen, és ezt el kell fogadnom. Ja. Úgyhogy én nem dédelgetnék ilyen hollywoodi eszméket, hogy és megnézted a szemét, és ott összecsillan, és belépett, vagy elmenjek még egyszer. Tehát első látásra van vonzalom, kémia, és olyan, hogy valaki annyira őrült, például neked több ilyen sztori is van, hogy egyszerűen valami annyira... hát, hogy akit mondjuk ilyen vonzó személyiségnek tartasz. Jó, de hát a Jennifer Lawrence az teljesen más kategória. Na, ez az, teljesen na, más. Az más. De nem, az csak tényleg crush. Úgy... Na. Igen, az... A crush, igen. De hogy a crush az azt jelenti, hogy van a másikban valami annyira őrült, ami akár egy sérülésemre, vagy egy akár narcisztikus szükségletemre, vagy ilyesmire, brutálisan passzol. Aha. Tehát ilyenek például azok a dinamikák, amikor valaki egy megmentőt szeret nagyon játszani, és akkor találkozik egy olyan csajjal, aki egy igazi áldozattípus, aki úgy fel kéne emelni azt a szegény lányt, és akkor tudod, a feleséged meg marhára nem ilyen, mert nem tudom, két gyerekkel otthon nyomom az életet, akkor persze, hogy egy ilyen kis gyönge kis madár az milyen cuki tud lenni, de hogy ez egy krás, nem több. Aha. Tehát ez folyamatban inkább úgy néz ki, hogy ameddig a szerelem ugye a hormonokkal telepumpálja az agyunkat, akkor addig... Addig ő az igazi, természetesen, csak ahogy ez ugye 2,5 év után, meg 3 év után ez így kimegy a szervezetedből, akkor hirtelen, basszus, neki van szájszaga. De eddig hogy nem éreztem? Ja, hát nem ő az igazi. Ha én ezt hogy néztem be? Aha. És közben pedig az van, hogy a fejemben az az igazi, akinek nincs szájszaga. Tehát ilyen nincs. Hát mindenkinek van szájszaga. Szóval, hogy az egészben az van, hogy nekem kell átírni azt, amit a Noém is mondott a fejemben, az, hogy a szerelem elvakított, és utána tudom-e őt őszintén embernek látni, aki néha rossz fej, jó fej, büdös, illatos, és az igazi nem mindig illatos, az igazi nem mindig jó fej, az igazi nem mindig kedves hozzám, hanem az emberek olyanok, hogy változnak, és akkor, ha ezt megértettük,
akkor nem fogjuk már dédelgetni azt az álmot, hogy de biztos van valahol egy feke pali, vagy egy nem tudom ki. Ki volt most legutóbb a nagy ő? Nem a feke pali. Az a kajak se, nem? Árpa Attila. Nem kérdezem meg, hogy kicsoda. Köszönjük Noémi és Donát, hogy itt voltatok, hogy ilyen érdekes témákról beszélhettünk veletek, a kapcsolatról, meg a tudatosságról, és nektek pedig köszönjük, hogy megnéztetek minket, és nézzétek meg a többi adásunkat is. Sziasztok!